nagyon izgultunk, és rengeteget készültünk, mert nekünk ez egy ismeretlen műfaj volt, tehát mi mindig zajongtunk. Itt is zajongtunk egyébként. Felkészülés alatt nagyon sokat fejlődtünk, tehát mindenképp egy nagy kihívás volt ez a koncert, és soha nem játszottunk ennyi számot még, 17 vagy 18 számot eljátszottunk, tehát ilyen még nem volt. Tehát az utolsó számot játszottunk, azt még soha nem sikerült lejátszani elejétől végig hibátlanul, most sikerült, úgyhogy ez egy az atmoszférának a hatása volt szerintem. Tomi nagyon régi ismerős, jó haver, és amikor még régen az Imbusis-be játszottam, akkor előttem a Tomi volt az Imbusis, onnan ismerem, meg a Puzzle-ből, és hát van egy ilyen kis áttételesség, hogy ugye az Eastern Sugar-t, azt a Gyuri írta a szövegét, meg énekli, és ugye a Gyuri meg a Tomi ugye a Puzzle-be vannak, tehát én nekem ez egyből az ugrott be, hogy akkor ebbe kell egy másik gitár, mert úgy van felépítve a szám, hogy az akkordozás nem elég benne, hanem kell rá a riff, és akkor egyből az volt, hogy na akkor jó lenne, hogy ezt a Tomi nyomná. Szerintem ez egy szenzációsan jó szám, tehát világszínvonalú. Rögtön, amikor kijött, én ezt gondoltam. Az MR2-es akusztikus koncertnek a feltétele végül is ez, hogy kell játszani egy hazai slágert, és hát rögtön ez ugrott be, mert mi más. Még gondolkoztam egy kicsit a gazemberen a hobódol, de aztán végül is inkább ennél maradtam. Naív kérdés, és miért a bátyádat hívtad? Hát vajon... együtt zenélünk mindenféle formában, tehát ő mindig segít producálni számokat, felvétel, akkor most van egy közös zenekarunk is, az Electric Bastards, az a gyerekkori glam punk perverziunknak az újraéledéséről szól. Keep Your Hands Up Me című notát még annó együtt vettük föl, meg együtt kreáltuk, és teljesen evidens volt, hogy akkor ő nyomja benne a harmonikát, mert szerintem nagyon jól szájharmonikázik, úgyhogy ez, ezt még többször eljátszottuk,
ilyen zajos koncerteken, és abszolút kíváncsiak voltunk arra, hogy akusztikusban működik, szerintem ez is elég jó. Jól működött. Kővári Zolók a Trouser zenekarból, hallgassátok az MR2-t, hallgassátok a Rock'n'Roll-t.